Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget itt a Hotel Laterumban és otthon a tévéképernyők előtt. Először szeretném, hogyha tisztáznánk pár játékszabályt, ami a műsorhoz fűződik. Az egyik, remélem senki nem sértődik meg, de tegeződő hangnemben szeretnénk lefolytatni a felvételt. Remélem, hogy nincsen akadálya. A másik, hogy nincsen hangosítás a műsorban, ezért a legkisebb beszélgetés is így zavarná a felvételt, úgyhogy kérhetni nekit, hogy a mobiltelefonját halkítsa le. A dalforagást közösen szeretnénk csinálni a nézőkkel együtt, úgyhogy ha bárkinek majd így közben lesz ötlete, akkor azokat szívesen fogadjuk. A műsor ötlete Tóth Árpi fejéből pattant ki 2006. júniusában. Teketóriázott, felhívta a Régió Rádió egyik profi szerkesztőjét, Varga Lászlót, és másnap este 7 órakor élőben ki is próbálták magukat, Tumbek Ferenccel együtt. Már akkor nagy sikert arattak, nem sokára csatlakozott a csapathoz Fónai Eszter is, mint női énekes. Majd nem sokkal később felállt a végleges formáció Bárány Romualda kiegészülve. A műsor menete úgy épül fel, hogy van egy meghívott sztárvendégünk, ebben az esetben Iványi Dalma, köszöntjük őt is! Szeretnélek is megkérni, Dalma, hogy akkor felvegyek ki mellém, vagy oda fogalj helyet. Tudsz énekelni? Nem. Énekelni? Hát az iskolába kellett, úgyhogy... Nekünk is. Én ott mondjuk kettes volt. Szeretnélek is megkérni, hogy röviden a történetedet mondd el nekünk. Húha, jó, röviden. Gondolkodtam, hogy milyen történettel álljak itt elő, és aztán rájöttem, hogy szerintem életemnek több mint felét az utazással töltöm el. Egy ilyen történetet választok. Én Kecskeméten jártam gimnáziumban, Mezőberényből való vagyok ott az alföldi kisvárosba, és hát ugye ez a hétvégenként a hazautazás Kecskemétről a gimnáziumba, utána pedig vasárnap a visszautazás története volt mindig, és tehát még másik kettő csapattársam is együtt járt velem egyet, tehát gimnáziumban. És sokszor megtörtént az sajnos, hogy igazából nem nagyon akartunk visszamenni Kecskemétre, mert ugye otthon mégiscsak jó volt anyuka főztje, meg kicsit, hogy kényeztessenek. És mindig be volt osztva így egymás között, hogy akkor kitalál ki valami sztorit, hogy hát ha nem kell visszamennünk, meg lehet győzni anyukájékat. És az egyik ilyen történet az volt, hogy minket mindig Szarvasra átvittek a szülők a buszpályaudvarra, és Szarvasról ment Kecskemétre a tehát közvetlen járat. És bennállt egy ilyen nagyon régi, sárga, csuklós busz, amin se fűtés, ez egy ilyen téli időszak volt. Nagyon tele is volt minden, és a barátnőmnek az anyukáját meg tudtuk győzni. Mondta, hogy hát szálljatok már föl, lányok, hát 5 perc múlva indul a busz. Mi mondtuk, hogy áram, az nem létezik, hogy ez a busz Kecskemétre megy, ez valami helyi járat itt Szarvason belül. De biztos kérdezzük meg a sofőrt. Mondtuk, hogy nem kell megkérdezni, itt mindig ilyen szép, piros, emeletes buszokat járni Kecskemétre, majd az mindjárt jön, csak beáll majd egy másik kocsi állásról. Anyuka elhitte, ő volt a legnaivabb a szülők közül, és elment a busz, és mi ott várunk, hát nem jön busz, eltelik 5 perc, 10 perc, utána anyuka elment azért megkérdezni a forgalmi irányítótól, hogy hát a kecskeméti busz mikor jön. És hát mondták, hogy hát elment az előbb. Úgyhogy anyukát átvertük kicsit, csak az volt a probléma, hogy ettől függetlenül el kellett jutnunk Kecskemétre, tehát akkor anyuka azt mondta, hogy hát akkor itt az autó, akkor nem tudok más csinálni, akkor elviszlek benneteket, én 3 lányt, az anyuka elviszi. Azt is tudni kell róla, hogy ő volt a legrosszabb sofőr is az anyukák és a szülők közül, tehát akkor már fogtuk a fejünket, hogy lehet, hogy nem lesz ez igazából jó vége a történetnek. De elindultunk. Anyuka 60-nal alig mert menni, nem mert előzni, állandóan problémák voltak velem. De az egészben az a szép, hogy a Tiszaugi hidat ekkor tehát javították, és egy ilyen pontom híd volt lent a Tiszán fölépítve, és nagyon alacsony volt a vízállás, úgyhogy meredeken kellett lemenni, meredeken kellett följönni. Rengeteg autó, minden. Anyuka még lejutottunk vele, de amikor
fölfele kellett volna menni, akkor mi még nem tudtunk vezetni, úgyhogy nem értettünk hozzá, hogy nem kapcsolt vissza, vagy mi volt a probléma. Lényeg a lényeg, hogy megálltunk a híd kellős közepén, ahogy próbálunk fölmenni, mögöttünk kamion, vagy valami dudálnak ezerrel, annyi lélek jelenléte volt anyukának, hogy hát a kéziféket behúzza, hogy ne csúszunk vissza, vagy valami. De mi három lány, mi megoldottuk a történetet, ugye sportolók, erős lányok, minden, valami kisfajta autójuk volt, úgyhogy kipattantunk, és ott a nagy duda kellős közepén minden, fogtuk, megtoltuk az autót hátulról, föltoltuk a hídon, beültünk, mint aki jól végezte a dolgát, és akkor hát irány tovább Kecskemétre, úgyhogy ez volt az egyik ilyen legviccesebb történetünk, hogy hogy jutottunk el Kecskemétre. Aztán utána, innentől kezdve, ez az anyuka többet nem vitt minket a buszpályaudvarra, mert tudták, hogy őt azért könnyű behúzni. Ez nem kis sportesítmény, így föltolni egy autót. Egy behúzott kézifék. Azt nem tudom, hogy ki engedte, de annyira ösztönösen jött, tehát, hogy így hárman egymásra néztünk ki az ajtót, és megtolni a kocsit, és aztán utána hátulról is hallottuk, hogy tapsolás, dudálás, szuperül megcsináltuk, úgyhogy erre is jó a szó valaki sporttal. Azóta is én különben így, ahogy a városba is járok. Akkor ismertek felvesztem. Kétszer. Akkor még fiatalabbak voltunk, úgyhogy... Akkor annak készültünk, igen, de... Tehát volt nekünk hídon átsétálás, egyik buszról a másikra, tehát ez a régi szép idők, az utazás, minden viszontagságát megéltük annó. Most ki fog ülni ott? Ez komoly probléma. Hát ez komoly probléma. Nem tudom, hogy tudjuk megoldani. Kéne még egy segítség nektek, úgy gondolom. Igen, aki ismeri a Dalmát valamilyen szinten. Van valami ötletetek? Van valakinek valami ötletet? Ki jöjjön? Ő is jönni fog. Észlettek jöttem, barátja. Hát elmegyek, körülnézek, jó? Addig próbáljatok már valami dallamot faszni. Nagyon szívesen várunk sziporkákat a közönség soraiban is, tehát nem utasítunk el első vagy helyből rögtön semmilyen ötletet, de lehet, hogy mégis. Mezőberényből hazafelé. Azon gondolom, odafelé, nem hazafelé, odafelé. Odafelé volt a történet. Teljes meglepetés számomra az egész. Úgyhogy tehát kíváncsian várom is, hogy majd mi lesz, amikor visszatérünk a többiekhez. Milyen meglepetésre számítasz? Azt azért elárulták, hogy lesz egy plusz meglepetés. Elárulták. Most lehet, hogy amiatt is esetleg, hogy tegnap meccs volt, és ma még kicsit fáradtabb vagyok, de úgy tehát nem is gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ez. Meg én amúgy is nem vagyok annyira kíváncsi típus, hogy ha valaki például mond egy ilyet, akkor inkább úgy vagyok vele, hogy megvárom, és tényleg majd utólag értékelem, hogy tényleg valami ilyenre számítottam, vagy másra. Tehát most így tehát végülis gyerekként szinte várom, hogy majd mi fog történni. Ez már adás. Akárhogy is nézzük. Köszöntjük szeretettel Rád Géber Lászlót, aki most beül közénk és segít nekünk abban, hogy ebből a történetből egy dalt kerekítsünk. És remélj közben is működik, jó? Ská kellene ez. Szarvasi basztóba. A szarvasi basztóba. Az jó, hogy szarvas meg basztább, nem? Kettő. A kettő nagyon a szarvasi busz megálló. A szarvasi basztábba. Félreértik. Tetanusz az nem rímel az Ikarusz? Nem jó? Ott áll a sárga Ikarusz, és elmaradt a tegnapi tetanusz.
Nem jó? Ott áll a csuklós. Ha ezelőtt jöhet a tekant. Ez fontos momentum, hogy csuklós busz, ezért tudták átvenni az anyagot. Nem mondjad, hogy csuklós busz indult Kecskemétre. De ezt mondta. Nem mondod. Akkor egy többen nem figyeltünk. Mint egy agyú. Többen nem figyeltünk. Mint egy agyú. Visszavadok. Jó. Ikarusz. Egy igazi... Oh, igen, úgy van. Fűtés nélküli csuklós busz. Ha beletesszük, akkor csuklós busz, muszáj, benne legyen. Ott állt a nagysága, egy karusz, egy valódi... Csuklós. Egy valódi vidéki csuklós busz. Valódi vidéki az aliterál, az jó? Ja. Egy valódi vidéki csuklós busz. Három lány elindult Kecskemétre, a szarvasi megálló közelébe. Ott állt a nagysárga, kék a rusz, egy valódi vidéki csuklós busz. Gyors! A sárga rütiben, a nagy sárga van, ugye jelzőszer. Nagy sárga. Ott áll a nagy sárga. Nagy sárga, persze. Ezt lehet ismételni még egyszer. Anyuka kérdezi, hogy ez az a busz, lányok? Hát mi? Hát akkor te leszel az anyuka, jó? Ez az a busz, lányok? Ja, nem, de... Ez az a busz, de sok busz lesz. Ez az a járat? Ez az a járat, jó? Anyuka kérdezi. Ez az a járat, így gondoltam? Jó, ezt már fel is értem. Ez az a járat. Azért fog neki tetszni, mert először hallja, tudod? Igen. Mi a végére már lehet, hogy... Tudod, hogy neki tetszik, igen. Anyuka kérdezi. Ez az a járat, szerint ez csak egy helyi járat. Jó, köszönjük, jó lesz ez. Jó lesz ez. Hogy van tovább? Úgy, hogy az anyuka elviszi, hogy ez a helyi járat, és negyed órája várnak egy buszra, ami már jöttünk. Ez csak egy helyi járat. Soha nem jön. A nagy piros. Igen, mert azt mondták a lányok az anyukának, hogy jön majd helyette egy szép piros emeletes, mert mindig az jár Kecskemétre. Az anyuka ezt jól elviszi. Jön majd ide egy szép nagy piros állat. Fáradt. Ide jön majd. Jön majd egy piros emeletes. Romi, mondjál egy sort, légy szíves. Nem tudom, hol tartunk. Romi, piros, nagy milyen piros műsorba üsz, tudod? Nagy piros. Sok műsorba üsz. Na, jön. Az elsőre sok rémet tudok. De jó. Most felét nem mondom el. Jön majd egy piros emeletes. Jó. És a dal így lesz ígéretes, ezt ne írjuk be. Jön majd egy piros emeletes. Gyors is, félelmetes. Milyen egy ilyen szép nagy piros busz? De milyen emelete? Hol volt akkor ez? Számít! Angliában már akkor is volt, Londonban. Igen. De volt egyébként, hát voltak emelete. Távolsági buszok? Persze, nem? Nem ott volt. De volt már. 60-as. Romi, ezen ne ragadjunk le. Örüljük, hogy kitaláltunk. Persze, legyünk szöveghülyek. Nem jó, majd kihúzzuk. Jó, tehát ha találunk jobbat, akkor írunk helyette mást. Jön majd egy piros emeletes. Gyors lesz? Lesz. És ugye nagy sárgára felszállni felesleges? Az a jó! Na! Iványi dalma, Iványi dalma, Iványi dalma, sztori a dalba. Jó? Hát ezzel indítunk. És akkor kezdél el, Romi, jó? Jó, tehát háromszor Iványi dalma, sztori a dalba, jó? De ezt mindenki ilyen szépen ilyen finoman, mint az amerikai filmekben lehet ilyeneket látni, jó? Meg most már a magyar tévében. Iványi dalma, neked szól a dalma. Neked úgy szól az jó. Jó, tessék. Szerintem ki kell bővíteni a csapatot. Szarvasi megálló közelébe,
Ott állt a nagy sárga Ikarusz, egy valódi vidéki csuklós tűz. Az anyuka kérdezi, ez az a járat, szerintem ez csak egy járat. Jön majd a piros, emeletes, a sárgára felülni felesleges. Mehetünk, meg vagyunk. Az jó, hogy nyomom a... Nem, nyomom a piros. Nem, nyomom a... Az is benne zavarom. Egy kis uncú. Na, adjuk ezt. Tehát azt kéne megírni, hogy elment a busz, elment a csuklós. Elment a csuklós. A piros nem jön. Nem jön az emeletes. Elment a csuklós délnyugatra. Az jó, mert arra lehet valami. Mert lehet. Ez szarvashoz képest merre van? Az jó. Elment a csuklós délnyugatra. Ja. Írjuk le, majd kihúzzuk. Jó, de most akkor melyik verziót a 16 közül? Elment a csuklós délnyugatra. És az énekelhető? Nem. Hát mi hallgassuk meg, mert vannak ám ötletek. Igen, jöhet. Hogy volt az első, amit most mondtál? Elment a csuklós délnyugatra. Hogy jutok el most a suliba? Lányok, hogy juttok el a suliba? És te vagy az anyuka, jó? Én? Jó. Igen. Ismételtem. És mi volt, milyen autó volt? Ez a fogfúrógép, nem? Ez a... Kicsi. Ez a márkája, nem tudjuk, hogy kicsi. Kicsi. Hát mi lehet? Kicsi. Négy ajtós, mert három kiugrottak belőle. Úgy van. Akkor kiesik a kis poszki Trabant. Trabant, kiesik. Hát egy kisebb Warburg. Hát ez a fogfúrógép, ez a porszki fia. Ha most lenne nálunk egy bicikli. Milyen közel lenne a Kecskemét City. Na húzzunk bele, tehát itt van az én autóm, ide gyertek. Itt van az én autóm, igen. Ide gyertek. Ide gyertek. Üljetek be mellém, hogyha mertek. Elment a csuklós délnyugatra. Lányok, hogy értek be a suliba. Itt van az én autóm, ide gyertek, üljetek be mellé, hogyha mertek. Kell egy refrén most. Jó, és akkor most jön egy refrén. Kecskemét, gimnázium, minek ide ez a stratárium. Kecskemét, írjuk azt, gimnázium. Ne, New York, hát nehogy már. Kecskemét. Gimnázium a legszebb évek. Nem állj ilyen szöcre járt. Most te jó, hogy nem ér. A pajtás is érte, ejhaj pajtás. De mezőberényben szemben élek, hogy valami. Mezőberényben nem zenélek. Sport van, keverjünk már bele egy kis sportot. Eljje, teljünk be egy kis kosarat. Sportot, nem? Kosar. Akkor már kosarazott? Igen. Jó erőben vagyok a sport. Azért jártam az iskolába, mert ott. Jó erőben vagyok. De semmi szociális. Laci, van ötleted? Na, de nem árulja el. Lenne? Elég kislány. Szerintem azt hiányzik belőle, hogy legyen üzenete, és hogy mennyire naív az anyukat. Az hogy hiányzik nekem belőle, hogy valójában így a mai szemmel szemlővel, nem? Hogy... Hát akkor? Lányok megint mondják, hogy... Meg egy kis lázadás benne, hogy nem akarok, jobban nem kellene, nem akarok Kecskemétre menni. Tehát az úgy jobban kellene a refrénbe, hogy legyen valami lázadás benne, hogy jön a fiatalság erő. Nem akarunk Kecskemétre szaladni. Hát igen. Anyukám, értsd már meg, mi maradunk. Fél, ott kezdik a naivitás, hogy nem tud vezetni el. Lejövünk a... Nem naivitás. És elindul gyerek. Ez egy helyzet. Anyukám, és már meg mi maradunk, leülünk a bokor, nem lehetett. Kosarazunkat akartam kosarazni. De nem, a kosárlabda az nincs a sztoriban. Hagyjuk ezt. Mert a kosárlabda az ugye a párhuzamosan működik a azzal, amit nem szeretnek, a kollégiumot, meg az iskolát, meg stb. De hát azért mennek kollégiumba, de szóljon rá, szóljon rá anyukára is a refrénbe, hogy anyukám... Igen. Helyzet, hogy itt kéne maradni, ha nem akarunk Kecskemétre szaladni. Anyukám, mi szívesen maradunk. Ez már volt? Igen. Volt. És akkor hogy emeljük ki azt, hogy az anyuka kicsit naív? Anyukám, te naív vagy. Ja, ilyen egyszerű?
kecskemétnek messze van. Anyu, te naivan látod a világot. De helyzet az, hogy itt kéne maradni. Nem kell nekünk Kecskemétre szaladni. Anyukám, vedd már észre magad, és te is ülök itt önmagad. Nem jó. Nem tetszik. Száguldottunk kemény 60-nal? Száguldottunk kemény 60-nal. Az ifák előztek? Az ifák előztek, ja. Milyen? Az ifák előzték a szabaddal. Odaértünk rögtön a híthoz is, nem kell ide. Odaértünk a híthoz. Hol volt ez a híd? Tiszaug. Tiszaug? Az könnyen énekelhető, Tiszaug. Van ilyen. Tiszaug. Az Ugi híd előtt. Zugi. Tiszaugi híd előtt. Ez a Tisza, vagy Ugit, vagy a Tisza Ugit, azt már nem nem Tisza Ugit? Hát, mondjál már valamit, Romi, ilyenkor te szoktál kiúzni a szalat. Hídjavítás. Nem muszáj, hogy 60-nal tegyünk oda más tükkel. Mit csinált a kis autó? Megállt az autó, elakadt. A kis autó megállt, elakadt. Elakadt. Megállt, elakadt, és kitettük az elakadását. Mit tudom én a... És szaladtunk a háromszöget. A bal kerék gyengéden leszakadt. Gyengéden leszakadt. Az jó. Nem a bal kerék. Jó lesz, hogy Szerbonoszó kemény 60, az a bíd a falat. A kis autó nem akart felmenni, de jó lenne egy kép biciklét. De lujjön ne. De az fel akart felmenni. De lujjön ne. Ki nem tudott. A kis autó nem tudott felmenni. De jó lenne egy kép biciklét. Bevesszük? Ben, szerző jogdíjakat mondani. És akkor kezdhetjük, hogy a helyzet az, hogy... A helyzet az, hogy csak is megváltoztatjuk a refrént. Jó. A helyzet az, hogy itt kéne maradni, ehhez az autót meg kell tolni. Ehhez az autót nekünk kell tolni. A helyzet az, hogy itt kéne maradni. Az jó, de refrénben. Ezt írjuk le. A helyzet az, hogy itt nem kéne maradni. Otthon akarok aludni. Igen, azt akarok ki, hogy nem akarok Kecskeméten tanulni. Jó, nem akarok Kecskeméten tanulni. Mamival akarok aludni. Hát ez... Te lenni az anyám, én is feled akartam. Kecskeméten aludni, tanulni. Aludni. Dobálni. Kaptatni, még egyszer kell maradni az egészet, hogy oda tudjunk kívülni. Inkább szarvason vasat maradni, nem tudom. Anyukához szeretnék aludni. Tessék? Nem akarok egy semmit. Anyukámmal szeretnék aludni. Inkább a barátommal aludni. Hát mi az anyukám? Hát azért, mert barát, az Kecskemétől. Anyuka meg mezőmegyében. Igen. Ha csak úgy nem. A második verszak után, a második refrént, hogy emeljük a hangulatot. Jó? De ezt nem a fejhez kell. Nem nekem tűz, néha mert... Jó. Lacikám, dobolj! Akkor nem tudom, hogy szörnyet olvasni. Ja. Akkor nem lehet, mert így van, ez jó lesz. Jó lesz, jó. Háromféle hanggal rendelkezik. Ha ide jutsz, nem fog ott hozzá. Esetleg egy burulnék arra lefele, hogy ezek amelyek. Jó. Jaj. Megvan a meglepetés? Igen. Együtt a zenekar. Alkalmi. Hát, és te mit kaptál a közösségben? Nem, te csak mehet? 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 Figyelek! Jó! Kamerá? Címe nincs! Húsz! Kívánj!
szól a dalma. Három lányal indul Kecskemétre, a szarvasi megálló közelébe. Ott áll a nagy sárga Ikarus, egy valódi vidéki csuklós busz. Anyuka kérdezi, ez az a járat, szerint ez csak egy helyi járat. Jön majd a piros emeletes, a sárgára belőli felesleges. Elment a csuklós délnyugatra, itt van az autó, mi ne gyertek, üljetek be mellé, hogyha mertek. A helyzet az, hogy itt kéne haladni, nem kell nekünk Kecskemétre szaladni. Anyukám, vedd már észre magad, aki siet, az itt ma lemarad. A helyzet az, hogy itt kéne maradni, nem kell nekünk Kecskemétre szaladni. Anyukám, vedd már észre magad, aki siet, az itt ma lemarad. A kis autó nem tudott felmenni, jól jönne egy-két bicikli. A helyzet az, hogy itt nem kéne maradni, így nekünk kell az autót feltolni. Jó lenne nyugodtan aludni, én nem akarok Kecskeméten tanulni. De a helyzet az, hogy itt nem kéne maradni, nekünk kell az autót feltolni. Jó lenne nyugodtan aludni, én nem akarok Kecskemétre tanulni. Először így pont kérdezte tőlem a Máté, hogy gondolkodtam-e azon, hogy mi lesz majd a meglepetés, és én mondtam, hogy én most lehet, hogy fáradtság miatt, hogy valami nem is gondolkodtam rajta, de rájöhettem volna, hogy zene, akkor Laci, úgyhogy de meglepetés volt, és nagyon köszönöm szépen így az edzőimnek is, meg hát azért a zenekarnak, hogy ilyen csodálatos meglepetést és ilyen dalt írtak nekem, vagy rólam, és nagyon-nagyon tetszett. És remélem, szerintem majd egy ilyen CD formájában lehet, hogy el is kérem, vagy kazetta, és ez lesz az én kis jössz, akkor te is a stúdióba fölvenni, jó? Jó, annyit tudok énekelni, mint amennyit az Ákos énekel. Azért milyen tévés szereplés, hogy is playback, nem? Igen. Meg a közönségnek is nagyon köszönöm a segítséget, és meg... Egy tapsra búcsúznak a nézőktől is, akik majd ezt nézik.